És mikor Jézus Betániában vala, a poklos Simon házánál vala, méne ő hozzá egy asszony, akinél vala drága kenetnek alabástrom szelencéje, és az ő fejére tölti, amint az asztalnál ül vala. Látván pedig ezt az ő tanítványai, Máté, Márk és Lukács, János előtt irattak. János megemlíti, hogy Júdás volt az, aki felszólalt, és meggyőzte a többieket. Megemlíti, hogy Júdás volt ez. Júdás felszólalt, és azt mondta, Kinek beszélt? A többieknek. És mindenki egyetértett vele. Nézd meg ezt. Látván pedig ezt az ő tanítványai bosszankodának mondván, mérgesek voltak, feldultak, azt mondták, mire való ez a tékozlás. Tudod, Tanulmányoztam a Bibliát, és felismertem, hogy az emberek ugyanolyanok, mint Jézus napjaiban. Nem mások. Ez az asszony jött, és eltörte az alabástrom szelencét, nagyon drága parfümöt, és Jézusra öntötte. És a tanítványok mérgesek lettek rá, Mire való ez a tékozlás? So Mire való ez a tékozlás, pazarlás? Olvassuk, 9-es vers. Mert eladhatták so volna ezt a kenetet nagy áron, és adhatták volna a szegényeknek. So. Álljatok meg itt. So so Mire való ez a pazarlás? Jézusra? És kicsoda Jézus? Ez a kérdés. Mi az ő értéke? Ez a kérdés. Kicsoda Jézus? Valószínűleg ők nem tudták. Ki Jézus? Kijönteni ezt Jézusra pazarlás. Mire való ez a tékozlás? Nem ők birtokolták. Az asszonyé volt. Mire való ez a pazarlás? Eladhattuk volna nagy pénzen. Másik író azt mondja, 300 dénárért. Nagyon sok pénzért. És odaadhattuk volna a szegényeknek. János később elmagyarázza. Nem azért tette ezt, mert a szegényekre volt gondja, hanem nála volt az erszély, és sokszor lopott belőle, de ez másnapi történet. Ez a parfüm el lett pazarolva azzal, hogy ki lett öntve Jézusra. Pazarlás volt. Pazarlás. Pazarlás. Oda kellett volna adnunk a pénzt a szegényeknek, pazarlás volt. Mi Jézus értéke? Ez az alapvető kérdés. Mi az ő értéke? Kicsoda ő? Mi a pazarlás? A pazarlás egy olyan befektetés, amikor sokkal többet adsz, mint ami szükséges. Amikor sokkal többet adsz, mint az értéke annak a bizonyos dolognak, akkor pazaroltál. Tehát az alapvető kérdés, az alapvető dolog, itt az érték. Mennyit ér Jézus? Amikor valakinek akarsz adni egy ajándékot, mérlegelsz, hogy mit értékelne. Tehát értékelsz. Értékelsz. Feltételezzük, hogy egy autót akarsz vásárolni a köztársasági elnöknek. Melyik kocsira mondanád azt, hogy pazarlás, mert ő a nigériai köztársasági elnök? Melyik autóra mondanád, hogy ez pazarlás a számára? Tartsd ezt az elmédben. Aztán szeretnél vásárolni egy embernek, aki házőrző, egy autót. Mit gondolsz, hogy melyik autó lenne pazarlás? Hogyha eldöntöd, hogy autót adsz neki először is, ez az elgondolás számodra önmagában is pazarlás. Látod, ők emberek, de értéket hordoznak, és ez különböző. Mindegyiknek megvan a saját értéke. Tehát amikor akarsz adni, az ember értékére gondolsz. Itt az értékről van szó. Jézusra ki lett töltve ez az alabástrom szelence, és azt mondták a tanítványok, mire való ez a pazarlás? Mit mondott Jézus? Olvassuk el tízes vers. Mikor pedig eszébe vette Jézus, mondanékig, miért bántjátok ezt az asszonyt, hiszen jó dolgot cselekedett én velem. Jézus válaszolt. Jézus azt mondta, amit tett, az jó. Miért bántjátok őt? Amit tett, az jó. A tanítványok másképpen mérték, hogy mi a jó és mi a rossz. Az ő értékelésük más Jézus, volt. Itt volt Jézus, Jézus azt mondta, amit ő tett, az jó. És kiszámít, Jézus, Jézus. Mert a szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Látod ezt? Azt mondja, a szegények mindenkor veletek lesznek. Jegyezd meg ezt. Máskor fogok ráutalni. A szegények mindenkor veletek lesznek, de én nem leszek mindenkor veletek. Mert hogy ő ezt a kenetet testemre töltötte, az én temetésemre nézve cselekedte azt. Bizony, mondom néktek, valahol az egész világon prédikáltatik az evangélium. Amit ez én velem cselekedik, az is hirdetteték az ő emlékezetére. Nézd, mit kapott! Úgy értem, nézd, mit kapott! Ezt akarták a tanítványok. Nézd, mit kapott ez az asszony. Nincs rá mód, hogy ne ismerd ezt az asszonyt Máriát. Még akkor is, hogyha nem tudod felsorolni Jézus minden tanítványának nevét, mindenki ismeri Máriát. Halleluja. Ez az asszony. Kitöltötte Jézusra ezt az alabástrom szelencét. Ők azt mondták, ez pazarlás. Köszönjük az Úrnak, hogy ezt megtette. Jézus azt mondta, hogy korán tette ezt meg időben. Hogyha elolvasod Márkot és Lukácsot, már megosztotta, mit ír János. Jézus azt mondta, a megfelelő időben tette ezt, az én temetésem előtt. A megfelelő időben, tudod, van megfelelő idő, hogy tegyél valamit, és nem megfelelő idő. Hadd adjak egy példát. Néhány asszony a feltámadás napján, korra reggel, mert ők nem tudták felkenni időben őt. De Mária figyelt az ő szellemére, és hirtelen ment. És hogyha kért volna engedélyt a tanítványoktól, megállították volna őt. De kitöltött az alabástrom szelencét, és azt mondták, hogyan tehetted ezt a buta dolgot? Jézus azt mondta, nem tudjátok, mit cselekszik. A megfelelő dolgot a megfelelő időben cselekedte a többi asszonynak, aki tudta azt, hogy Jézust meg kell kennie, és kitölteni a kenetet rá, ők nem tették meg megfelelő időbe, és meg tudták tenni? Soha nem tudták megtenni. Csak Mária tudta ezt megtenni. Soha nem tudták a többiek megtenni. Amikor oda mentek a sírhoz, Jézus már elment. Soha nem tudták megtenni. Ára van annak, hogy a megfelelő dolgot cselekedd a megfelelő időben. Ők soha nem tudták ezt megtenni. Néhány ember el van hírva a szolgálatra, és bizonyos indokból nem cselekszti. Miért? Mert először mást akar elérni. Aztán később visszajön, és tenni akar az Úrért. És megkapják akkor a lehetőséget, legtöbben nem. Ára van annak, hogy halld Istennek a hangját, mikor ő beszél. Valaki azt mondta, úgy tudom, most diplomáztál, mint mérnök, és teljes idejű szolgáló vagy? Igen. Milyen pazarlás ez? Nem változott ez. Pazarlás az ő elméjükbe. Pazarlás. Néhány embernek szolgálják az Urat, és azt hallják, lehetnél jobb, nem tudom hányszor hallották az ördöktől, ami mi énekeseink, hogy azt mondja, lehetnél jobb ott kint, hogyha kint énekelnél a világba, sok pénzt kereshetnél. Mert ha itt énekelsz, nem fizetünk érte, felemeljük a kezeinket, és azt mondjuk, köszönjük Jézus. Mi ez a pazarlás? Csak pazarlom az én talentumomat really? ezen a helyen? Igen, really? tényleg? No. Talán? Lehet? Attól függ. Jesus, Kit szeretsz? Jézust, vagy azokat a tanítványokat, akinek nem megújult elméje van, és akiket Jódás kísértett? Mire való ez a pazarlás? A te diplomát túl nagy Istenhez. Hogy lehetsz keresztjén? Valakinek nagy pozíciója van. Ó, oh, oda jártam abba a gyülekezetbe, de ebbe a pozícióba nem hiszem, hogy kell gyülekezetbe járnom. Valaki tud szolgálni az én házamban. Mert ez pazarlás. Túl sok. Hogy tudsz elmenni gyülekezetbe? Már túl nagy vagy. Mert ez és ez vagy. Túl nagy vagy! Hogyan tudnál elmenni gyülekezetbe? Nagy pozíciód van, tehát a gyülekezet kell, hogy menjen hozzád, mert pazarlás elmenned. Mire való ez a pazarlás, mert hogyha elmész oda, mindennek követnie kell téged. 16- vagyunk. Különböző gyülekezetekből. Oké, el tudod hozni a gyülekezetet az én házamba? Hozzád beszélek most változtass meg az utaidat. Változtass meg az utaidat. Mire való ez a pazarlás? Adtál már az Úrnak, és hallottad ugyanezt a hangot, hogy ez pazarlás volt. Egyszer azt mondta nekem egy férfi, akinek azt mondta egy hívő, akitől megkérdezte, nem fizesz tizedet? Pásztor, tudod, mennyi pénz az? Igen, de oda kell adnod a tizededet. Hogyha odaadom a tizedemet, azt se tudod majd, mit kezdj vele. Túl nagyjá vált ahhoz, hogy már pazarlás Istennek adnia. Eljutottál már az életedben ide, hogy mire való ez a pazarlás. Nem tudom, mit gondolsz pazarlásnak abból, amit Istennek adsz ma. De ez az értékről szól, hogy milyen értéket képvisel neked Jézus. Mit gondolsz az ő értékéről? Ez tőled fő. Vannak szülők, akik azt mondják a gyermekeiknek, hogyha szolgálatot választod és prédikálni akarsz, akkor bibliaiskolába kellett volna küldenünk. Elpazaroltuk a pénzünket az egyetemre. Mire való ez a pazarlás? Valakinek mond, nem pazarlás ő megérdemli, ő megéri, megéri, éld az életed érte. Értélni az életed nem azt jelenti, hogy misszionárius leszel, vagy pásztor, nem. Hanem teljes szívből szolgálod őt, első lesz az életedben. Mindennel kapcsolatban ő lesz az első az életedben, ezt jelenti. Első lesz. És ne enged, hogy bárki megtévesszen téged, és azt mondja neked, hogy ez pazarlás. Halleluja! Halleluja! Dicsőség az Úrnak! Beszélj az Úrhoz, imád és tiszteld őt!